Nem esett messze az alma fájától, hiszen 600 dolláros szintet is átlépte az Apple árfolyama a múlt héten, bár mi akkor még pihentünk, de a mai napon lehet majd nekünk is reagálni ezekre a mozgásokra. Az biztos, hogy az Apple egyre nagyobbra tagad, és még kukacot nem látunk ebben az almában, hiszen a részvény majdnem egyharmadát tette ki idén a Nasdaq 100 index emelkedésének, és várhatóan még tudják tovább fújni ezt a lufit. Mi azonban egy csöppet pesszimisták vagyunk, ezért figyelünk különösen a ma délutáni elemzői telefonkonferenciára, hiszen ennek keretében ismerteti majd a vállalat, hogy pontosan milyen osztalékot fizete, ha egyáltalán fizetnek, vagy ha saját részvényvásárlásra fordítják a 100 milliárd dollár körüli szabad készpénzüket, akkor ez is azért fölfelé hajthatja az árfolyamot. Az már biztos, hogy a licit beindult a piacon a különböző célárfolyamok kapcsán, úgyhogy lassan itt az ideje egy korrekciónak. Ez viszont rosszat tenne a több indexnek is, hiszen a Nasdaq 100 indexben, vagy éppen az S&P indexben is elég nagy súlya van a részvénynek, és az egész globális tőkepiaci hangulatra negatívan hathat, hogyha hirtelen az Apple részvények árfolyama esne. De azért azt látjuk, hogy optimizmus van a világban, a következő egy-két napban még topzódhatnak a befektetők, úgyhogy túlzottan nagy korrekcióra a hét első felében nem számítunk, a hét második felében azonban már látunk teret némi megpihenésre, vagy éppen a folyamatok átgondolására.